Felvétel elindítva. Vassá. Üdvözlöm mindenkinek, ez a Szilárd vagyok, ez pedig itt a harmadik nyereményjáték lesz a sorban, aminek a témája ugye már nem más, mint a Marvel és a DC és egyéb képregények. Ebben a videóban szokás szerint megtudhatjátok, hogy pontosan mit is kell csinálni a nyereményekhez, és természetesen, hogy pontosan mik is a nyeremények. Nem ez, nézzük meg, hogy mi. Akkor természetesen, ahogy eddig megszokhattátok, a legkisebb nyereményektől fogok menni a legnagyobb nyereményekig. Sajnálatos módon mindenki nagy szomorúságára ebben a nyereményjátékban nem lesz Radír. Hello darkness, my old friend. Na jó, félre a hülyeséget, kezdjük akkor elnézni, hogy mik a nyeremények pontosan. Az első nyeremény egy ilyen Batman-es, nagyon esztétikus, ilyen szivacsos kucstartó lesz, nagyon beteg. Van Silver meg retardált. Továbbá a győztes fog még kapni egy rakat Kinder tojásból származtatott, zoomoljál már rá, figurát. Nem tudom, ki ismeri ezeket, ezek ilyen kis kattogos fejű, és hát ilyen kulcstartószerű táskára akaszthatós kis figurák, amiből lesz egy Hulk, amint látjátok, lesz egy enyhén megkapott Amerika kapitány, lesz egy ilyen Iron Man figura, és nem világosság, igen, egy is egy Spider-Man figura, egy Wolverine figura, egy zöldlámpás figura, egy Flash figura, egy Thor figura, egy Superman figura, és még egy-egy zöldlámpás és Hulk figura lesz még. Továbbá győztesünk fog kapni még három koppintásos Lego figurát, kezdetben Bókemberrel. Egyébként nagyon fura, tök érdekes keze van. Természetesen kompatibilis a Legóval, jár hozzá egy ilyen talapzat. Viszont a lába is, meg a keze is olyan, mintha ilyen Bionicle alkatrészekből lennének. Ahhoz képest, hogy koppintás, egész jó minőség igazából. Jó, matricával kellett felrakni igazából ezeket a mindent, de egyébként ahhoz képest tök jó minősége van. Jár hozzá egy ilyen háló, amit néha meg tud fogni, néha nem. És akkor még egy ugyanilyen verziójú Robin figura, egy bilincsel, ennek két arca is van, úgyhogy lehet, hogy titkon ő két arcú. És még egy Batman figura, aminek szintén két darab arca van. És tovább a győztes kapni fog egy, én ezt nem tudom, hogy mi, de nagyon brutális Hulk Bionicle-szerű Lego koppintást. Mi ez a szörnyszülött, mi ez a sok szín, mi ez a szivárványos beütés, egyedül a lába zöld, meg a feje. Minden más kék, piros, ilyen páncélszínű, a kezei viszont eszméletlen jól néznek ki. Ez nem kompatibilis az ég egyatta világon semmivel, de ez brutális, ez muszáj volt megvennem, ez. Ez brutális, te ide mész hátulra. Továbbá a győztesünk még kapni fog nem egy, hanem kettő ugyanilyen Thor Ragnarok mozis poharat, amihez egy ilyen Thor sisak fog járni. Ez természetesen nem lehet fejre tenni, hiszen látjátok, ez egy kisebb sisak, de a pohár tetejére fel lehet tenni, rá lehet pattintani, csak most nem akarom szétvenni az asztalt, és a tetején lévő, ebből akár szívószálat ki is lehet szipolyozni a benne levő indivalót, ezt aztán csodálatosan megfogalmaztam. Kicsálaszta az utolsó cseppig a babinéri! Vagy ahogy Hikari szokta, a sajátjával ráteszitek egy plüssnek a fejére, mert arra rámegy. Hát de Silver, azt mondod, hogy ez képregényes nyereményjáték lesz, akkor hol vannak ebből a képregények? Remélem ennyi elég lesz. Igen, természetesen képregényes nyereményjátéknál képregényt illik feladni. Kezdem az ilyen nem Marvel-es, nem DC-s egyéb képregényekkel, hogy miket lehet. Előre szólok, mindegyik angol nyelvű képregény, olyan 20 oldalas, ja, olyan körülbelül 20 oldalas füzetekből álló képregények. Kezdem akkor is akkor az elsővel. Ami a Carver, nem látszik, Paris Story nevet viseli, ez egy Párizsban játszódó, hát ilyen gangsteres, egyébként fekete-fehér képregény, a rajzolása egész szép.
egész szépen meg van rajzolva. Szóval ez lenne az első. A következő képregény egy Power Rangers képregénye lesz, nem tudok beszélni. Júj, de csúdi jó. Ez egy ilyen rajzfilmesen ben anime-szerűen megrajzolt képregény lenne. Továbbá itt van az Empress nevű képregényem, egy ilyen skifis, bolygók közt teleportálgatós, jópofa kis történet. A rajzok kifejezetten sajátosak benne, de szépek. Továbbá a győztesünk nem egy, hanem már rögtön kettő számot meg fog kapni az International Iron Man képregény sorozatból, pont az első és a második részét. Egész érdekes történet, nem tudom, hogy utána nézek-e, de egyébként nagyon jó pofa történet, ilyen érdekes a kinézete a képregénynek, egyébként ilyen visszaemlékezős sztori lesz. Szóval ez egy reklám, igen, ennek a reklámok, de a rajzolása kifejezetten szép. Továbbá győztesünk kapni fog még egy ilyen Spencer and Loki című képregényt. Nem tudom, ki emlékszik, van a Ubul, azt hiszem, az a képregény. Meg a címe egy ilyen, mikor a kisfiú a tigrisével kalandozik. Ez annak a totális koppintása. Egy ilyen nagyon érdekes, gengszteres verzióban. Jó pofa, csak nem tudom, elég érdekes, de kifejezetten jó pofa történet volt, ahogy emlékszem rá. Továbbá győztesünk kapni fog még egy ilyen mindegy, szóval egy ilyen skifis, érdekes rajz stílusú, hát ilyen bolygók közti történet, egy kicsit olyan kicsit véresebb, de ja igen, az. Ezt jól megfogalmaztam. Tovább egy összes kapni fog még egy The Joiners című képregényt, ami szintén egy skifis történetet mesél el. Tovább egy összesen még kapni, hányszor mondom még ezt ki. Következő képregény a Tinker, nem Tinker, hát ez egy ilyen én azt mondanám, hogy ez egy otthon megrajzolt képregény kiadva igazából a boltokban. Nem hiszem, hogy ebből olyan sok szám jött volna ki. A rajz stílusa hát nem a legjobb. Igazából azért tartottam meg, mert a története viszont aranyos. Tehát kifejezetten aranyos volt a történet, amiről szól. Nem rossz. A BBC csatornán futtatott Dr. Hu képregény is a nyertesé lehet, amiben egész szép a rajz stílus, és természetesen Dr. Hu-ról fog szólni, nem a izéről, a pagolyról, hanem a mindegy arra emberkéről. A következő képregény egy Dejan Toris, nem értek hozzá, fantasy képregény. Szép a rajzolása. A következő képregény a Neo B lesz, ami egy ilyen fantasy, szerelmi, harcolós, kalandozós képregény. Akkor még van itt nekünk egy Daredevil and Punisher, ha már kezdődik a Marvel-es szekció, amiben természetesen Daredevil és a megtorló szerepel, néhány reklámmal vegyítve, ezt szokjátok meg. A következő képregény a Civil War 2 idején játszódik. Igazából mennyi reklám? Igazából új hősökkel van tele. Azt mondanám, hogy sok új hős. Igazából az új hősöknek a csapatjáról szól. Overwatch, még egy polgárháború 2, ebben már Herkules szerepel, Hulk is, és akkor megtámadják őket a... Még támadják meg őket? Valami földön kívüli cucc megtámadja őket, ahogy úgy általában megszokhattuk Marvel-nél. A következő a Justice League 51. száma, ami igazából egy kisebb történetet felől el, úgyhogy pont jól húztam ki. Harley Quinn. Ami Robinra összpontosít,
nagyon jó a rajzolása, DC-től megszokható jó kis minőség. Következünk a Batman, pontosabban egy Batman. Batman képregény, ami két... ez nagyon jó ez a poén. Ami két új hősről szól igazából. De jó pofa, tetszik, tetszett. Weapon X, Rozsomák képregénye, amiben robotlovak ellen harcol az indián csávó, és itt már öreg, tehát ez igazából a Logan című film ideje játszódik, egyáltalán nem az a történet, de itt már ugye idősebb. Egy Inhumans versus X-Men képregény, ahol az Inhumanek harcolnak az X-Menekkel, ahogy ezt nagyon könnyedén ki lehetett találni. Következő képregényünk csacsikékkel van tele, ami a Grim Fairy Tales címet viseli, és Hófehérke kalandozásáról szól a modern világban. Érdekes, érdekes azt mondom, viszont a rajzolása kifejezetten szép, nagyon jól néz ki. Egy Star Wars képregény a következő, amiben Luke elolvassa Obi-Wannak a napolját, és abból megtudhatja Yoda történetét. Én nagyon nem szívülelem ezt a képregény sorozatot, de ettől függetlenül nagyon szép a rajzolása. Egy Transformers Still All Are One képregény, aminek nagyon jó, kifejezetten tetszetős rajz stílusa van. Nagyon jól néz ki, és egy sorozatnak az első száma, de szerintem marha jó. És végül, de nem utolsó sorban egy Spidey pókemberes képregény. Ez inkább a Disney-féle Spider-Man stílusában van megrajzolva, és a történet is nagyjából azt a színvonalat képviseli. Nekem nem jön be igazából, de biztos, hogy valakinek igen, úgyhogy itt van a győztesnek a képregény pakja. Akkor így ennyi lenne a mostani nyereményjátéknak a nyeremény felhozatala. Akkor most már csak az a kérdés, hogy pontosan mit is kell csinálni ahhoz, hogy megnyerjétek ezeket a nyereményeket. Egyetlen dolgot, képregényt kell készíteni. Hogy ezt most milyen formában tudjátok megoldani, igazság szerint lehet úgy, hogy fogtok egy rajzlapot, megrajzoljátok a rubrikákat, belerajzoljátok a képeket. Lehet úgy is, hogy előre megrajzoljátok a képeket, aztán számítógépen összerakjátok egy képregénybe, és úgy is lehet, hogy csak számítógépen rajzoltok, és csak számítógépen rakjátok össze a képregényt, tehát most mind a kettő forma megengedett, a kézi rajzolású és a digitális rajzolású képregények is. Igen, rajzolni kell, tehát nem elég az, hogy csináltok egy fényképet, és akkor abból raktok össze egy képregényt, rajzoljatok. A feltétele a képregényen annyi, hogy jó, ilyeneket nem mondok, már nyilvánvaló, hogy ilyen szexuális, ilyen brutalitásos képregény az ne legyen. Brutalitás az alatt azt értem, mondjuk, hogy a belek az így ne röpködjenek, mert azért felrakom YouTube-ra minden egyes nevezőnek a képregénye természetesen, mint legutóbb a Pokémonosnál is, úgyhogy ez ne legyen. Egyezünk meg abban, hogy a képregénynek minimum legalább 4 rubrikája legyen. Értem ezt úgy, hogy itt van az A4-es rajzlapunk, és akkor mit tudom, hogy 1, 2, 3, 4, tehát minimum 4 kis ablaka legyen a képregényünknek, és hány oldalas legyen, konkrétan egy A4-es oldala legyen, akár számítógépen csináljátok, akár fizikailag, mindenképpen egy A4-es alapra férjen ki. A nyereményjáték nevezési határideje pedig április 13-a éjfél, ami pénteki napra esik. Én is nagyon jó napokat tudok kiválasztani, péntek 13-án, de mindegy. Szóval péntek 13-án áprilisban éjfélig lehet beküldeni a linkben található, leírásban található e-mail címre, ahogy ugye ezüst szilver retardáltságának köszönhetően osztott, meg lehet nézni, rájakattanni, és akkor ott elküldeni. Jó van. Az jó van. És akkor oda tudjátok elküldeni a nevezéseiteket, töltsétek fel, hogy e-mailbe küldjétek el nekem, olvassátok el a leírást azért mindenféleképpen, ott részletezve minden le van írva, de hogyha még így sem tudtok valamit, akkor nyugodtan természetesen meg lehet kérdezni a komment szekcióban. Hát akkor ennyi lett volna, mindenkinek sok sikert kívánok, várom akkor a képregényeiteket, itt pedig várnak a nyeremények rátok, meg fogjuk akkor nézni majd április
13-a után, hogy ki mit küldött. Remélem most már küldtök. Remélem, hogy akkor tetszettek a nyeremények. Várom akkor a nevezéseiteket, és akkor a legközelebbi videói pedig. Sziasztok!